Mónika, köszönöm szépen, hogy meghívtál ide a Roma napra. Mesélj nekem, hogy mi fog ma itt történni, milyen rendezvényen vehetünk részt. Hát lesznek ilyen főzőprogramok, nem tudom, letélkedők. Letélkedők, ilyen? Arcfestések, gyerekeknek előadások, a drogról. Úgy beszéltük meg, hogy itt szeretnének a családok főzni. Mesélj nekem egy pár gondolatot arról, hogy milyen ételeket szeretnének itt a helyi roma családok főzni. Pacalpörköltet, marhapörköltet, töltött káposzta, székelyi káposzta, fülpörkölt. Hogy kezdődött az előkészületekről? Mesélj egy kicsit. Hány órakor jöttetek ide, hogy a hagymát a pacalhoz? 8 órakor itt voltunk. Igen. 9 érkezett ide a művelődési háznak az igazgatója, nyitottak nekünk a kaput, és akkor az emberek egyből hozták ki a padokat, asztalokat, előkészültek, magdosták a... Ahogy néztem így, hogy az előkészítéseket nagyon-nagyon sok a pacal. Ez ilyen kedvelt étel itt ezen a területen? Te hogy szoktad csinálni? Csülkösen vagy pedig simán? Csülkösen, meg körömmel. Meg körömmel. Te mit fogsz készíteni a te családoddal? Hurkát fogok sütni, sarját, oldalast, kolbászt, meg majd krumpli lesz melléje. Milyen gyakran vannak ilyen rendezvények Felsőszentgyörgyön, amikor a romák így összegyűlnek? Minden évben a roma kisebbségi önkormányzat rendez ilyen főző programokat, és abban részt vesznek ugye a családok. Mennyire vonják be a gyerekeket a főzésbe? Vagy csak itt szaladoznak, hát, játszanak, vagy ők is az előkészület részét képeznek? Igazából csak a felnőttek vannak bevonva, a gyerekek itt vannak körülöttünk, lesekednek, hogy mi hogy készül, de ők közben játszanak, elfoglalják magukat. Ja. Na mennyi, Mónika, nézzük meg, mit főznek a családok. Jó napot kívánok, Laci! Hát a kinti főzésnek nincsen párja, olyan illatok vannak és olyan füst, hogy itt a szemünket kicsit még meg is könnyezi. Mivel készül erre a roma napra nekünk? Mit főz? A marhapörköltet szeretnék készíteni az Na, marhapörköltet, de romással. Romással, igen, és vakarással, mert ugye ez nagyon jó finom ez a marhapörkölt, el van jó készítve. Ugye beletesszük a fűszereket. Először a szalonnát? A szalonna, leprícsú, hagyma. Igen. Nézzük az arányokat, mennyi hús, az mennyi hagymát tesz? 4 kg hús, akkor tettem 50 hagymát. 50 neked? 50 hagymát, igen. Utána tettem bele színes paprika, és ugye mondtam a só, ételézés. Ami nagyon különleges, és láttam, hogy mindig olyan jó sok paradicsomot tesznek bele, ezt mikor kell beletenni? Bele, mert azt sűríti a pörköltet. Jászterken főztünk a múlt héten, és ott úgy csinálta a Zsuzsika, Illésné Zsuzsika, hogy amikor levette a tűzről a hagymát, beletette a piros paprikát, és már rögtön a paradicsomot, hogy lehűtse, hogy ne piruljon oda a paprika. Ön hogy csinálja? Én akkor szoktam beletenni, amikor félig megvan a hó. Uh-huh. Akkor szűrűsödik. És hogy gondolja, kell kóstolgatni végig? Anyukám soha nem kóstolgatni. Hogy kell kóstolgatni? Hogy te kéne? El kell találni, be kell lenni az ízeket. Kóstol után ízesítjük. Szoktak-e vörösbort tenni bele? Igen, szoktunk. Azt mikor szoktunk kell bele? Hát majd lassan teszek bele, mert majdnem látom, hogy majdnem megvan, félig megvan, utána teszek bele egy pohár. Kédeti vörösbort. Hányszor kell kevergetni, hogy ne törjön hát meg a hús? Én nem szoktam kavargatni, én is szoktam pörgetni. Én? Igen, és említette, hogy a krumplival fogja készíteni. Igen. Az beleteszi, vagy külön? Nem, külön kifőzöm a krumplit. Igen. És ugye sósvízbe kifőzöm a krumplit, és utána tálaljuk a pörköltet. Kívánok! Csodaszép asszonnyal fogok most itt megtanulni, hogy hogyan készül a töltött káposzta. Meséljék el, hogy a roma módra elkészített, nem is tudom én, ezt káposzta lesz, szabolcsi töltött káposzta. Hogy készül? Hát vágott sertéshúsból, pepivel, füstölt szalonnal. Ugye, amikor ledarálták, akkor már? Igen. Igen? Együtt a szalonnával? Nem is tudtam, hogy itt készül. Igen? Együtt a füstölt.
füstölt szalonnával, mert ez minden egy kevés savanyúkámposztát. Nézzük meg a fűszerezését. Sógors, ételízes, piros paprika. Igen. Fokhagyma, vörös hagyma. Alul van, mi van alul a bográcsnak az alján? Azt hogy ágyaztak meg a káposztát? Akkor édes káposztát rakok az alján. Igen. És aztán rétegezem a káposztát a savanyú káposztával, valamit az édes káposztával. Mennyi idő kell ennek? Még nagyon az elején vagyunk a munka folyamánnal. Hát egy két és fél óra. Hány adagot készítettek? Hány kis töltés készült? Hát olyan 50-60 darab. Kiket várnak erre a finom ételre? Népes családot, nagy család vagyunk. Hány gyereke van? Három. Jönnek majd ide? Jönnek. Nagyon jó, köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Hát úgy látom, le se tudnám tagadni, hogy főző napon vagyok. Annyira kíváncsi voltam, hogy a bogrács hogy van megágyazva, hogy hozzá is nyúltam, úgyhogy most lehet, hogy nem fog segítkezni így a munkátokban. Évike, mit főznek? Borsostokányt. Borsostokányt. Hú, de jó segítség. Majd, akkor ide értünk, látom, hogy folyt a könny a szemedből. Mondom, hát nem is hagymát pucolsz, mitől folyik ennyire? Hát most már érzem el rengeteg füstöliget. Hogy készül a borsostokány maguknál? Meséljenek. Én sok hagymát használok. Igen. Hányat használ? Hatot. Igen? Hatot? Hány kiló? A 4 kiló húshoz? Sok hagymá, akkor a hús, gomba. Nem fél a gombától ilyen melegben, hogy a gombás ételek esetleg megromlanak? Elfogyasson. Nagy a család? Igen. Nézzük akkor, megvan a hagyma, úgy látom már szinte készen van, puhára. Utána mi a következő lépés? Vízteljük vele. Igen. Utána... Látom, így nem kockára, hanem így hosszúra igen, van vágva a tokányhoz. Igen. Utána megízesítjük, itt vannak a tűzszere, utána felengedjük. Mitől borsos? Mennyi borsot kell beletenni? A borsos tokány az akkor zöld borsot szépen beletenni. Zöld borsot? Igen, ez ott van. Zöld borsót? Borsót. Nem borsos, hanem borsót. Akkor én néztem félre, igen. A legvégén? Igen. Hús után megy akkor a gomba. Nem, megízes után, de felengedjük egy kicsit vízzel, és utána egy fél óra múlva belerakom a gombát. Igen, és a legvégén gondolom a borsót. És be lesz-e habarva? Nem. És a tejföl? Hát be lesz habarva, de nem lisztel. Jó, nem lisztel, hanem csak... Van-e olyan, amikor nem tejfölt, hanem tejszínt használnak? De most akkor inkább a tejföl. Hány családja van? Kiket vár még ide, hogy akkor érkezzenek? Hát a unokáimnak meg a gyerekeim. Négy gyerekem, mert ő a legkisebb, már a munkám. Mennyire érzi fontosnak, hogy átadja ezt a főzésnek a tudományát a gyermekét? Jó napot, Lenke! Be kell vallanom, hogy én még soha nem csináltam pacalt, úgyhogy nagyon részletesen meg fogom kérdezni, hogy hogyan készíti ezt az ételt. A kezdetektől, ahogy a húst készíti, mesélj el nekünk. A hagymát felvagdossuk bőzsírba. Igen. Teszünk bele fokhagymát is. Igen. Az sűríti meg a levet. A fokhagyma? Igen. És paradicsom ebben nem szükséges? Majd a vége felé. Meg kell várni, hogy kicsit. Igen, de türelmetlen vagyok, igen. Utána belerakjuk a csülköt. Igen. A csülköt. Milyen darabokra volt vágva? Ilyen apróra. Apróra, igen. Mikor már félig megvan a pacal, akkor teszem bele a csülköt. Igen. Mennyivel jobb, hogyha csülök is van benne, mint hogyha csak sima pacal? Sokkal. Ez a füstölt íz, igen. Meg füstölt szalonnát tettem bele. Ha csülköt nem, akkor mivel szoktam még, hogy ragacsos legyen? Bőr. Bőrben. Köröm. Nézzük a fűszerezést. Milyen fűszereket tesz bele? Fehér borsot. Igen. Hogy ne legyen annyira erős. Igen. És mi lesz a köret hozzá? Meg majoranna, egy-két babillevény. Na nézzük már meg vissza még a fűszerezéshez. Amik a fűszereket akkor teszi bele, amikor lehúzza a tűzzel a hagymát? Nem, Vége felé? Már amikor benne van a padban.
akkor teszem bele. Ez azért kérdezem, mert jásztelken főztünk múlt héten, és ott a Zsuzsika úgy csinálta, Illésnél Zsuzsika, hogy már a legelején beletette a fűszereket, és olyan intenzív lett az éle. Nem szabad? Nem megérni. Uh-huh. Én akkor mennyi idő alatt készül el? Hát olyan 3-4 óra. Hát mióta föl már itt? De mondjuk ez van előfőzött, nem kell neki 3 óra, uh-huh. Van 2 óra. És mennyivel másabb a szabad tűzön főzött étel? Gondolom, nagyon szeretik. Finomabb, sokkal másabb az íze is meg. Igen, ahogy hogy a pörzsanyag belemegy mindenféleképpen, jó. Jó, köszönjük jó szépen! Egy pillanat, a bodagról hagyd meséljen már. Ja, jó. Igen, azt mondja, hogy mondta a köretnek, hogy főtt krumpli lesz hozzá. De itt Mónika itt suttog nekem, hogy súgja nekem, hogy bodagot is csinálna. Igen, bodagot csinálunk hozzá. Na hát ez a bodagról annyifélét hallottam, ahány helyen voltunk, mindenhol másképp készítik. Mesélj el, hogy Lenke ön hogy csinálja a bodagot. Hát úgy, hogy felfuttatom a életet. Egy nagyon kicsi telje. Igen. Beleöntöm a lisztet, besózom, sót is veszek fel. Meg szódavizet. Igen. Mert ez olyan szivacsos rátaszik, oda kell. Hol készíti el? A kemencébe? Igen, kemencébe megsütjük. Hm? Jól van. Na majd az a jó ragacsos levet majd azzal lehet tunkolni, persze. Igaz? Jól van, köszönjük szépen! Jó napot kívánok! Egy gyönyörűségesen szép cigányasszonynal fog beavatni abba, hogy ebbe a profi felszereléssel ellátott bográcsba mit főznek, mit készítenek nekünk? Pacalt főzünk, de viszont körömmel. Uh-huh. De jó lesz, majd összehasonlítjuk. Lenkék főztek csülökkel, igen, meg körömmel. Körömmel. Erre esküsznek ezzel a finom férje, úgy szereti? Igen, én mindig ezzel főzöm. Uh-huh. Mindig ezzel főzöm. Na, barátnőmnek a kedvenc étele a körömpörkölt, szerintem nincsen annál finomabb, és mennyivel jobb, amikor bográcsba készül el, nem pedig otthon a gáztűzhelyen. Sokkal, nagyon finom. Nagyon finom, nagyon, alig várom, nagyon, hogy minden. Alig várom, hogy megkóstolj. Nagy a család. Nagy, nagyon nagy. Milyen gyakran szoktak főzni? Most arra vagyok kíváncsi, hogy a nyári időszakban ki. Uh-huh. Hát hál' Istennek mi olyanok vagyunk, hogy majdnem minden hétvégén. Minden hétvégén? Persze a család összejövetel mindenki. Mennyiben másabb a romáknál egy körömpörkölt csülökkel, vagy pacalpörkölt, mint egy sima háztartásban? Hogy mi az, amivel több van benne? Mi az, ami a savádborsát, a titkát adja? Hát inkább az, hogy a család együtt van. Az megadja mindent. Benne meg a főzés. Igen. Hát a főzés. Igen. Koncentrálunk vele. Igen. Mindent. Egyetérte azzal, azt szokták mondani, hogy a főzés az a szeretet nyelv. Tehát azzal igen, fejezem ki, amikor jönnek a gyerekek, jönnek az unokák. Igen, a szeretet. Itt mesélte itt a férje, hogy tudja tud cigányul. Igen. Igen. Megtanította a gyerekeket esetleg a roma nyelvre? Mindenki beszél? Mindegyik. És szoktak-e úgy, hogy akkor na váltanak, hogy otthon, amikor együtt vannak, akkor cigányul beszélnek? Ugyanúgy, magyarul is beszélünk, meg ugyanúgy cigányul is. Persze használjuk a cigány nyelvet, meg a kisunokáim majd is abban ülnek fel. Abban. Mivel foglalkoznak a gyerekei? Hát a gyerekeim azok már, hát van, amelyik még iskolás, nem léptek el a szakmáját. A többi meg hát ők dolgoznak gyárban, mert már nem családosak. Megtanította őket főzni? Mindegyik fiam tud. Mindegyik fia tud mindegyik főzni. Köszönjük mindegyik szépen, nagyon várom, hogy megkóstolom, remélem. Jó főzni? Igen, mindegyik. Köszönjük szépen. Egy nagyon erenyes mosolygós házas pár hívott meg ide minket. Mit készítenek a bográcsban? Hát igazából nem készültünk nagyon nagy különlegességgel. Ez csak egy hagyományos káposzta lesz, tehát mint a székely káposzta hasonló, de mégis kicsit romásan. Az a lényeg, mégis, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy csinálta. Elkészítve, hát speciális műszerek, mi szeretjük a... Árulj el a titkot, igen. Hát, inkább azt nem árulnám el. Ne őrítsen meg. Egyébként ugyanazok, mint a hagyományos székely káposztában. Uh-huh. Mondhatom azt, hogy egy picikével többet teszünk mindenből. Igen. Mindenből. Így van. Annyi talán, hogy nem szoktak ételézesítőt tenni, mi teszünk azt. Igen. Ezt látom, tapasztalom a főzések során, hogy ez így. Fehér borsot használunk.
végül is ez a titka, úgyhogy ez egy, nem egy nagy különlegesség. Milyen hússal készül a cigánykáposzta? Disznóhús, természetesen. Disznóhús, csontos. Hát ugye a csontos. Édes káposztával vagy savanyú káposztával? Mi lesz hozzá a köret? Ehhez nem lesz. Ez egybeföl, kenyér meg tejföl. Szoktak-e bodagot készíteni? Igen. Na, azt mesélj el, hogy csinálja Évi. Hát abból kell egy kiló liszt, só, élesztő, víz. Víz. És ez jól lehet a bodaggal, vagy inkább kenyérrel ajánlja? A legjobb, bizony. Hát, a legjobb. Ha most itt rá alkalom, akkor lehet, de azt otthon lehet. Valahol készül, de majd lehet, hogy kicsit. Otthon bodaggal? Majd lehet, hogy kérünk egy kicsit a Lenkétől, úgyhogy majd azzal kimártogatjuk. Köszönjük szépen. Köszönjük. Jó főzést. Szia Tomi, úgy látom pacalt főzel. Ez még nem pacal, ez csak disznófül. Ez lesz a disznófő? Ez disznófő, és majd erre megy, majd még rá a pacal. Csak egy picit később. Na, én még ilyet soha ugyanúgy nem láttam. Ugyanúgy felcsíkoztuk, mint a pacalt, ugyanúgy fel van csíkozva a disznófő, meg van szépen takarítva, és majd erre megy rá a pacal. Amikor Monika mondta, hogy milyen ételek készülnek, és láttam, hogy disznófüle pörköltem, úristenért mégis, ennek örültem a legjobban, de ezt azt hittem, hogy pacal. És akkor ez lesz úgy körülbelül a pacallal úgy egy az egy arányba, így összekeverve? Egy picit kevesebb azért benne a fül, de a pacal az még rá fog menni. Kitől tanultad meg ezt az ételt készíteni? Magamtól. Magadtól? Láthatod, hogy na, itt egy pacalfüle, vagy pacalfüle, malacfüle? Ettem valahol. Hol ettél ilyet? Egyik sem is hallottam. Ismerés. És még milyen ismerés íze van? Ropogós? Vagy hogy? Majdnem hasonló, mint a pacalé. Megkínálsz majd előre, se? De aranyos vagy, alig várom. Ugye, hogy megörültem tényleg, amikor készülnek. Milyen ropogós, itt porcogós? Igen, igen. Mibe szokták még tenni a malacfülét? Kocsonyába? Így van. Azt is szereted? Milyen gyakran szoktál főzni? Hát havonta egyszer-kétszer. Ezt káposztába is szokták. A malac fülé? Így van, farokkal. Hát nagyon. Sokoros káposztába. Milyen fűszereket tettél bele? Még csak fehér paprika van benne. Ugye hagyma, fehér paprika, fokhagyma. És majd ezek után lesz még csak fűszerezve. Milyen köret az, amit ehhez szoktak kéne? Főtt burgonya? Így van. A malac füléből te szoktál-e valamit készíteni, Mónika? Kocsonyát. Tehát a kocsonyát? Igen. És a hurkába nem szoktál ezt beletenni? De, vagy hurkába is, igen. Hurkába még? Hurkába minden. Persze, hurkába minden meg. A gyerekek szeretik-e? Imádják. Tényleg? Persze. Nem is tudom, hogyha én otthon eléjük tenném, mit szólnának, hogy malac füléből pörköd. Imádják, majd megkóstolod. Köszönöm szépen. A dolce avocado già nel tequila. E figurile romenghe si cave. Desconau si pigiarduno, che vuol si loro mano. Desconau si pigiarduno, che vuol si loro mano. Da 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 da